Sziasztok! Ez a Pergamenre hány szavak csatornája, és a mai videó egy bookhaul videó lesz. Kérdeztem tőletek, hogy szeretnétek-e bookhaul videót, mert hát ebből nagyon kevés szokott lenni a csatornán, mivel általában nem veszek egyszerre túl sok könyvet, és nem is szoktam kapni, úgyhogy így nem igazán szokott felgyülemleni annyi könyv, hogy egy bookhaul videó keretén belül bemutassam nektek. Viszont most 8 könyvet vettem, hirtelen felindulásból, úgyhogy ez talán elég ahhoz, hogy kitöltsek vele egy videót, és megmutassam nektek, hogy mik ezek a könyvek. A hirtelen felindulásból vásárolt pak annak apropóján került ide hozzám, hogy tavaly szépen haladtam minden könyvem, mert nem maradt olvasatlan könyvem. Azokból a könyvekből, amiket nem régiben szereztem be, mindet elolvastam, és ezért úgy gondoltam, hogy kellene egy utánpótlás. Ezek a várólistámon és a kívánságlistámon vannak már jó ideje, és többet nehéz is beszerezni, úgyhogy ezért mindenképpen rendelni szerettem volna. Olyan visszajelzést kaptam is a Libritől, hogy hát sajnos nem tudták beszerezni ezt is azt a könyvet, ami elég furcsa, mert hogy végül mégis sikerült nekik mind a 8 könyvet kiszállítaniuk, sőt, a Librinek van ilyenkor évelején egy leltárazása, ami miatt nagyon nehéz könyveket így beszerezni, hogy nincs ott a boltban és valahonnan szállítják, úgyhogy én nem is reménykedtem abban, hogy ez a pak megérkezik januárban, de megérkezett. Úgyhogy gyorsan megmutatom nektek, hogy mik ezek a könyvek. A legelső könyv, ami megérkezett, így egyedül, mert hogy ezt már nem gyártják szóval, csak is antikváriumból tudta beszerezni nekem a Libri, ez a 7. hullám, ami a Gyógyír északi szélre második része, szóval túl sok mindent nem tudtam kezdeni ezzel a könyvvel, amíg nincs meg az első rész, de aztán megérkezett az első rész is. Így most már megvan nekem ez a rövid kis duológia, amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Egyedül azt sajnálom, hogy az első rész csak puha borításban lehetett kapni, a második rész pedig kömény kötésben tudta megszerezni a Libri, úgyhogy így nem passzolnak, de igazából nem baj, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a sorozatra. Látni fogjátok ebben a listában, hogy főleg rövid könyveket választottam, egy-két hosszú így is becsúszott, de nem tudok ezzel már mit kezdeni. Nagyon szeretnék idén rövidebb könyveket olvasni, hogy gyorsabban tudjak haladni az olvasásaimmal, sok minden beleférjen, és a hosszú könyveknek az a hátulütője, hogy ha abba hagyod, akkor utána nehéz újra felvenni a fonalat, és olyan évem lesz, úgy érzem, aminél ez fontos szerepet játszik, és ezért inkább rövidebbeket választottam. Rengeteg éve van a várólistámon. Szabadni Gréta Virág a Szívem 1200-at ver 1 perc alatt című könyve, aminek már a címe is olyan, hogy azonnal megvenném. És hát ez a könyv nem lesz egy boldog kötet, láthatjátok, hogy betegségről szól, a halállal való szembenézésről szól, Szabadni Gréta Virág leukémiás volt, 2011-ben diagnosztizálták, és az ő küzdelméről és végül győzelméről szól ez a kötet, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, akármennyire is nehéz lesz, és nem szeretek betegségekről olvasni, mert nagyon megvisel, én mindenképp szeretném ezt a könyvet elolvasni most már, úgyhogy nem bár sokáig itt a polcomon. A következő az Szentesi Éva Kardos Margit Diszidál című novellás kötete, ami még így hiányzott nekem az írónőtől, meg Péterfi Novák Ivától is tőle, így nagyjából mindent próbálok elolvasni, úgyhogy még ez hiányos volt. Ezt azért halogattam ezt a novellás kötetet, mert van átfedés a Rózsaszín Ruha novellás kötettel, amit Péterfi Novák Éva írt, mert hogy írtak egymás köteteibe. És hatalmas meglepetés, mert hogy képzeljétek el, hogy ezt a könyvet először azt írták, hogy nem tudják nekem beszerezni, mert az Ateneum kiadónál lehet, hogy van, de ez sem az, amit olyan könnyű már beszerezni, és kaptam egy olyan értesítést, hogy nem tudják ezt most nekem megkeresni, és aztán mégis megkaptam még hozzá egy dedikált példányt, csak így általánosságban jó olvasás, sok szeretettel Szentesi Éva, de hogy erre így egyáltalán nem számítottam, hogy még dedikált is lesz, úgyhogy nagyon örülök neki, nem tudták megmondani a boltban, hogy én miért kaptam ebből dedikátat, de nagyon jó, és volt benne egy kis szóróanyag is, ami azt mutatta, hogy lesz Szentesi Évának íróolvasó találkozója Pesten. Hát Pestre sajnos nem biztos, hogy eljutok, de én már ennek a könyvnek is nagyon-nagyon örülök. Jöjjön a leghosszabb könyv, ami ezen a listán szerepel, ez pedig a Könyvtolvaj. És hát ez nagyobb, mint amire számítottam, nem tudom, hogy mire számítottam, de több mint 500 oldal,
Hát annyira nem kicsik a betűk, meg elég szellősen van kialakítva, meg vannak benne rajzok is. Én biztos vagyok benne, hogy ez a könyv legalábbis volt egy ilyen videóm, hogy 5 csillagos előrejelzések, és abba beletettem ezt a könyvet, hogy biztos vagyok benne, hogy 5 csillagot fog tőlem kapni, mivel a filmet rettenetesen szeretem, képes vagyok akárhányszor megnézni, és azt mondják, hogy a könyv nyilván jobb, mert nagyon sok minden kimaradt a filmből. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez az évem egyik legjobb olvasmánya lesz, szóval nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre, ezt most már nem halogathatom tovább, itt az ideje elolvasnom. Mindezek után egy utánrendelést tettem, és még 3 könyvvel gyarapodott a polcom, és ez azért történt, mert igazából csak egyetlen könyvet szerettem volna megvenni, amit most így utoljára fogok megmutatni, de aztán kitaláltam, hogy mi legyen a február hónap kiadója és közös olvasmánya, és ezért ezt is megrendeltem, amit olyan akcióban rendelhettem meg, hogy választhattam mellé még egy könyvet, amire 50%-ot kaptam. Gondoltam, nem hagyom ki ezt a lehetőséget, elfér még itt 1-2 könyv, úgyhogy ezért lett 3 könyv is ebben a rendelésben. Előre elmondom most ezt, és szerintem ez most így nem annyira nagy probléma, hogy nem tartom meg magamnak februárig, hogy mi lesz a közös olvasmány és a kiadó, mert videó úgysem lesz róla külön, szóval, hogyha valaki csinálja a kihívást velem, akkor már készülhet, mert februárban a Jelenkor kiadótól fogjuk olvasni az Agatét. Ez a könyv egy nagyon picike könyv, ezt a könyvet teljesen véletlenül láttam meg a MOL-on, és úgy gondoltam, hogy csodálatosan szép, és a története nagyon-nagyon érdekes. Én nagyon remélem, hogy ez egy ütős könyv lesz, és hogy ezáltal megismerhetjük a Jelenkor kiadót. A Jelenkor egy olyan kiadó szerintem, akik nagyon filozofikus és nagyon érdekes könyveket adnak ki. Így hát arra gondoltam, hogy ez legyen a február hónapunk témája, kiadója, közös könyve. Úgyhogy ezért rendeltem meg ezt a könyvet. És ehhez kaptam Márai Sándortól az Eszter hagyatékát, ami szintén egy várólistás könyvem, mert hogy én még nem olvastam semmit Máraitól, és ezt szeretném pótolni. Ez egy rövid könyv, és még kedvezményes is volt, így hát arra gondoltam, hogy itt lesz az ideje akkor annak is, hogy Máraival is megismerkedjek. Nagyon félek ettől a találkozástól, de remélem, hogy pozitív véleményem lesz róla. Ha nem, hát ez egy kicsike könyv, szóval nem fogok sokat veszteni, ezért szerettem volna egy rövidet választani tőle. És akkor az utolsó, legkedvencebb rendelésem az most következik, mert hogy ebben a hónapban rettenetes nagy vaják lázban égek, a Witcher sorozatot néztem végig, és miután végignéztem azt a 8 részecskét, azonnyomban megrendeltem a könyvet, mert rettenetesen tetszett. Óriási rajongó lettem, és megértem, hogyha valakinek nem tetszik, meg azt is megértem, ha valakinek nagyon tetszik. Én nem számítottam erre egyáltalán. Azért néztem meg egy részt, mert nagyon sokan ajánlották a környezetemben, és úgy voltam, hogy egy részben nem halok bele, de igazából olyan sorozatválságban voltam, hogy amiket szerettem, már befejeztem, és amiben belekezdtem, semmi nem tetszett úgy igazán, hogy lekössön és rögtön végignézzen. Na hát ez nem így volt a Witcherrel, amit elkezdtünk nézni egyik délután, és aztán másnap befejeztük. Nagyon-nagyon magába szippantott minket. Nem tudom, nekem ez a kicsi trónokharcás, kicsi gyűrűkúrás feeling nagyon átjött ebből az egészből, és én nagyon előítéletes vagyok a játékokból készült sorozatokkal, de ugye itt, mint utólag kiderült, nem áll fenn az, hogy a játékból próbálnak kihozni valamit, ami nincs benne, mert hogy van egy könyvsorozat mögötte, és ezt a könyvsorozatot ültették át a filmbe. Elméletileg egészen pontosan követi az első évad a könyvet, amiben itt vannak a fejezetek, ezek kis novellák, és a címek alapján tényleg azok lesznek, amiket a sorozatban láthattunk. Szóval egy novellás kötetről beszélünk, és nem tudom, hogy a többi része is az-e, de gyanítom, hogy igen. És önmagában a sorozat nagyon hosszú, talán 9 részes, szóval ezeket fűzik össze történetté, és ezért olyan izgalmas szerintem, mert rettentő pörgős, mivel hogy minden részben egy új kalandba csöppenünk, és ezért nincs időnk unatkozni. Másrészt pedig egyáltalán nem finomkodik az író, szereplők jönnek, mennek,
elég erőszakos, a három főszereplőnk itt látható. Ha nem láttátok, mindenképpen adjatok neki egy esélyt. Szerintem el fogom olvasni az egész sorozatot, hogyha jó lesz könyvben. Kíváncsi vagyok, hogy milyen olvasás lesz, és hogy azt adja el majd, amit a sorozat, de bízom benne. És hát, hogyha csak egy kis ízelítőt szeretnétek ebből a sorozatból, akkor hallgassátok meg a Jussát várja a vaját című dalt, vagy angolul Toss a coin to your witcher. Ez eléggé átadja a hangulatát az egésznek. Nagyon-nagyon örülök, hogy felfedeztem magamnak ezt, mert már régen szeretnék egy új, jó fantasyt találni, és ez a világ azt nyújtja, amit én várok egy fantasytól. Szóval most, hogy befejeztem a Tüskék és Rózsák udvarát, valószínűleg sokat fogtok hallani a vajákról, mert ez egy olyan fantasy, ami átment a rostán, és ami úgy érzem, hogy nekem való lesz. Ezek voltak tehát a beszerzéseim, ezeket fogom elolvasni a közeljövőben, és ezekről fogok nektek beszélni részletesen. Hát ennyit szerettem volna mára, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!